22. fejezet A szabadulás éneke Akkor éneklé Mózes és az Izrael fiai ezt az éneket az Úrnak, és szólának mondván, éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett. Erősségem az Úr és énekem, szabadító már nekem, ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom vitéz harcos az Úr, az ő neve Jehova. A fáraónak szekereit és seregét tengerbe vetette, s válogatott harcosai belefúltak a veres tengerbe. Elborították őket a hullámok, kő módjára merültek a mélységbe. Jobbod, uram, erő által dicsül, jobbod, uram, ellenséget összetör. Fenséged nagyságával zúzod összetámadóid, kibocsátott haragod, és megemészti az őket, mint tarlót. Orrod leheletétől feltorródtak a vizek, és a futóhabok fal módjára megálltak, a mélységes vizek megmerevültek a tenger szívében. Az ellenség monda, űzöm, utolérem őket, zsákmányt osztok, bosszum töltöm rajtok, kardomat kirántom, s kírtja őket karom leheltél leheleteddel, s tenger be őket, elmerültek, mint az ólom a nagy vizekben. Kicsoda az Istenek között olyan, mint te, Uram! Kicsoda olyan, mint te, szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő és csodatévő. Kinyújtotta a jobb kezedet, s elnyeli őket a föld. Kegyelmeddel vezéreld, te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be, te szent lakóhelyedre. Meghallják ezt a népek, és megrendülnek. Filiszte a lakóit reszketés fogja el. Akkor megháborodának Edom fejedelmei, Moáb hatalmasait rettegész szája meg, elcsügged a Kánoán egész lakossága. Félelem és aggodalom lepi meg őket. Karot hatalmától elnémulnak, mint a kő, míg átvonul néped, Uram. Míg átvonul a nép, a te szerzeményed. Beviszed, s megtelepíted őket örökséget hegyén, melyet, Uram, lakhelyül magadnak készítél. Szentségedbe, Uram, melyet kezed építe. Az Úr uralkodik mind örökkön örökké. 2 Mózes 15, 1 18 -ig. Most lássuk, hogy milyen tanítás, bátorítás és remény van számunkra ebben a jelentésben. Első. Az a hatalom, amely ketté választotta a vörös tengert, és amely által a nép biztosságosan átkelt rajta, az a hatalom volt, amely az ellenségeiket megállította, hogy ne támadhassák meg őket. Hasonlítsátok össze 2 Mózes 15, 14 16 és Józsué 2, 9-11 verseit. Ha azzal a hittel mentek volna tovább, amellyel bírtak a szabadításuk idején, nem kellett volna harcolniuk. Egyik ellenség sem merte volna megtámadni őket. Most megérthetjük, hogy az Úr miért vezette őket úgy, ahogyan tette. Egy utolsó szabadító cselekedet által Isten meg akarta őket tanítani, hogy soha ne féljenek embertől. Második. Ugyanaz a hatalom által kellett ismerté tenniük az Úr nevét, azaz hirdetniük a mennyek országának evangéliumát az egész földön, hogy felkészítse a történelem lezárulására. Ezt a munkát kellett megtenniük, mielőtt az ígéret teljes mértékben teljesülhetett volna. Ha megtartották volna a hitet, rövid idő kellett volna, hogy véghez vigyék feladatukat. Harmadik szabadításuk célja az volt, hogy az Úr az ő örökségének hegyére vigye és letelepítse őket a saját földjükre, ahol örökké biztonságban élhetnek. Ez nem teljesedett be Dávid király idejében, akkor sem, amikor királysága csúcsára ért, mert amikor az ellenségei már nem zaklatták többé, és azt javasolta, hogy építsenek templomot az Úrnak, Isten azt mondta neki, sőt, helyet is szerzék az én népemnek, Izraelnek, és ott elplántálám őt, és lakozék az ő helyében, és többé helyéből ki nem mozdítatik, és nem fogják többé az álnokságnak fiai nyomorgatni őt, mint annak előtte. 2. Sámuel 7.10. Hasonlítsátok ezt össze Lukács első fejezet 67-től 75-ig versekkel. Negyedik. Izrael Egyiptomból való szabadulásának alkalmával Isten tervét így mutatták be az ihletet énekben. Kegyelmeddel vezérled te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be te szent lakóhelyedre. Senki sem építhet házat az úrnak, mert a magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik. Apostolok cselekedete 7.48 az Úr trónja az egekben van. Zsoltár 11.4. Az igazi szentély, Isten valódi lakhelye, melyet Isten épített, és nem ember. Zsidók 8.1.2. A mennyben van, a Sion hegyén. Ez a megértés összhangban áll Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak tett ígéretével, amely arra késztette őket, hogy idegeneknek érezzék magukat ezen a földön, és keressenek egy menyei országot, melynek építője és alkotója az Isten. Zsidók 11.10 Ez a sokáig késleltetett remény a beteljesedés útján volt, és hamarosan be is teljesedett volna, ha Izrael gyermekei megtartották volna az énekükben kifejezett hitüket. 5. Izrael Egyiptomból való szabadulása és a vörös tenger kettéválása Isten népének a bátorítása az evangélium utolsó napjaiban, amikor az Úr szabadítása megmutatkozik. Íme a szavak, melyekre Isten tanítja népét. Ezt mondják. Kelj föl, kelj föl, fel az erőt, ó Úrnak karja. Kelj föl, mint a régi időben, a messze hajdonban! A vagy nem te vagy -e, aki ráhábot kivágta, és a sárkányt átdövte? Nem te vagy-e, aki a tengert megszárasztotta, a nagy mélység vizeit, aki a tengerfenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak? Így térnek meg az úrnak megváltottai, és újongás között Sionba jönnek, és örökös örömfejükön vigasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és a sóhaj. És a Jás 51. 11 -ig. Ha a régi izraeliták énekelve folytatták volna útjukat, és nem zúgolódtak volna, hamar Sionba érnek, a városba, amelynek Isten és nem ember az építője. Hatodik. Amikor végre az Úr megváltottai a Sion hegyén fognak állni, Isten hárfáival a kezükben, Éneklik majd Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondvám. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható úristen, igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet? Mert csak egyedül vagy szent, mert eljönnek mind a pogányok, és lehajolnak előtted mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Jelenések 15. 3. 4. Ez a szabadulás éneke a győzelem éneke. 7. Ahogyan Izrael gyermekei a Vörös tenger partján énekelték a győzelem énekét, mielőtt bementek volna a megígért országba, ugyanúgy fogják Isten gyermekei is énekelni az utolsó napokban a győzelem énekét, mielőtt bemennek a mennyei Kánuánba. Már olvastuk, hogy amikor az úr kinyújtja másodszor a kezét, hogy megváltsa népe maradékát, út lészen népe maradékának, amely megmaradt Asszíriától, amint volt Izraelnek, mikor kijött Egyiptomnak földéből. És sajás 11 -16. És így szólsz a manapon, hálákat adok neked, ó Uram, mert jó lehet, haragudtál rám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet. Íme az Isten az én szabadítom, bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr, az Úr, és lőn nekem szabadítom. És így szólotok a manapon. Adjatok hálákat az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét, hirdessétek a népek között nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az ő neve mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett. Adjátok tudtára ezt az egész földnek. Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izraelnek szentje. És a 12. 6 -ig. Ezzel az énekkel fognak bemenni a megváltottak Sionba. Ez a győzelem éneke, amit már most énekelnek, mert az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ha az emberek nem hirdetik az ószabadítását, akkor nem is részesülnek benne. Miközben Isten Sion felé vezeti őket, megtanulják az éneket, melyet akkor fognak énekelni, amikor odaérnek. Truth, 1896, október 1.